A mai videóban meg fogjuk nézni, hogy hogyan kell egy felvásárlási jegyet kitölteni. Nézzük is a feladatot akkor. De előtte még megjegyezném, hogy felvásárlási jegy csak őstermelőtől lehetséges. Egyébként itt látjuk is, hogy valószínűleg őstermelőről lesz szó majd a feladatban is. Tehát az fontos megjegyezni, hogy felvásárlási jegyet mindig csak őstermelőtől lehetséges. Tehát arra töltünk ki felvásárlási jegyet. Na nézzük is a feladatot. Nonstop Kft. Itt láthatjuk a címét, az adószámát, és ugye náluk dolgozik, tehát dolgozunk ebbe a feladatba. Az őstermelőtől át kell venni az árut. Őstermelő, itt látjuk az őstermelő adatait, és a felvásárolt termékek adatait. Akkor csináljuk először a legegyszerűbbel, tehát kitöltjük itt a felső fejléceket, amit ugye kiolvashatunk itt a fenti adatok alapján. Bizonylatot kibocsátó átvevő adóanyag, tehát a felvásárló, az itt nem más, mint a Nonstop Kft., hiszen ő veszi át. Tehát Nonstop Kft. Címe, ugye amit ott olvashatunk, azt bemásoljuk ide, tehát 1111 Budapest Bolt út 7. Adószáma, ugye azt is kiolvashatjuk onnét, tehát 13, 12, 13, 4, 6, kötőjel 1, kötőjel 4. Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany neve, ugye ott látjuk, hogy az őstermelő ugye Mézes Sándor, tehát ide beírjuk, hogy Mézes Sándor. Ugye címe, ugye azt itt olvashatjuk. Tehát 1111 Budapest Méz utca 4. Születési hely, anyja neve itt nem szerepelt, ugye? Itt csak ugye igazolványszám van, tehát meg adóazonosítójel. Tehát az adóazonosítójelét csak bemásoljuk. Tehát 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3. Őstermelő igazolvány szám, tehát ezt itt bemásoljuk. Tehát ÖS 1346, tehát ki is töltöttük a fejlécet, ugye az itteni adatok alapján, amit ugye az elején írt. Akkor a következő, ugye itt kell az átvevő felvásárló aláírása, az most legyen. Ami a feladat nem írt a kitalált név is, lehet, hát Boltos János, az legyen az átvevő. Akkor felvásárolt termékek megnevezése, száma, mennyisége, egységára és felvásárlási ára, ezeket fogjuk most először kitölteni. Tehát termék megnevezése, ugye burgonya. Bemásoltuk. Ugye utána volt virágméz, akácméz és a tojás. Burgonya. Virágméz. Akácméz. És végül a tojás.
És akkor ide, itt a számánál, ugye ezeket a számokat kell beírogatnom itt a termékek előtt. Tehát ennek 13, 12, ennek 23, 41, ennek 12, 14 volt, ennek meg 11, 12. Tehát ezeket a számokat bemásoltuk ide. Mennyisége. Ugye itt arra gondol, hogy kiló vagy darab. Tehát 30 kiló, 45 darab, 50 darab, 100 darab. Tehát akkor 30 kiló, 45 darab, 50 darab, és végül ugye 100 darab. Egység ára, ugye az, amit itt olvashatunk, tehát csak be kell másolni szépen sorba. 210 forint, 300 forint, 450 forint, és 25 forint. Ugye ez itt a felvásárlási ár, akkor csak ugye össze kell szoroznom ezt a kettőt. Tehát 210 forintos egység áron vettek 30 kilót. Tehát akkor számoljuk egy külön lapra. Tehát 210 forintos egység áron vettek 30 kilót. Magyarán 210 x 30, az 6300, tehát 6300 forint volt a felvásárlási ár. Mivel 210 forint volt az egység ára, és ebből volt 30 kiló. Következő úgy alakul, hogy 300 forintos egység áron 45 darabot vettek, tehát 300 x 45. Ide is bírjuk, hogy 300 x 45, az 13500. Tehát 13500 forint. Ide be is írjuk. 13500 forint. Következő, 450 forintos egységáron 50 darab. Tehát akkor 450 x 50. Tehát ezt be is másoljuk. 450 x 50. Beírjuk a számológépbe. Az 22500. Tehát 22500 forint. Már csak van egy utolsó. Tehát 25 forintos egységáron 100 darabot vettem. Tehát akkor 25 x 100. Hiszen 25 forintos egységáron 100 darabot vettem. 25 x 100, 2500. Tehát 2500 forint. Be is írjuk, hogy 2500 forint. Következő, ami az kell egy kis tudás, az az a kompenzációs felár. Ugye, ez már nem olyan egyszerű. Itt már gondolkozni kell. Hiszen a kompenzációs felár mértékét ugye százalékban ki kell fejezni, ehhez kell tudni, amit mindjárt fel is írok, ugye növények esetén 12% a kompenzációs felár, állati eredetű esetén pedig 7% a kompenzációs felár. Tehát akkor a burgonya, az ugye növényi eredetű, az 12%-os lesz.
A tojás az állati eredetű, az 7%-os lesz. A virágméz, akácméz a szintén növényi eredetű, nek számít ezért 12%. Nos, megvan a kompenzációs mértéke, ugye százalékban, most az összege forintban következik. Tehát 6300-szor 0,12, és ki is jön az összege forintban. Tehát, akkor kezdjünk is bele. Tehát 6300 volt, és ugye rájön a kompenzációs felár. Tehát 6300-szor 0,12, 6300-szor 0,12, az 756. Tehát 756 forint lesz a kompenzációs felár még pluszba. 756 forint. Tehát ide be is írjuk, hogy 756. Forintot nem írjuk ki, mert kiírta, hogy összege forintban. Következő, ugye a virágméz, az 13500, és ezt ugye 0,12-vel be kell szorozni, annyi a kompenzációs felár. Ugye, amit beszéltünk, növények esetén 12, állati eredetű esetén 7. Tehát 13500 0,12. Ezt ki kell számolnunk, tehát 13500-szor 0,12, az 1620. Tehát 1620 forint jön rá, még pluszba. Kompenzációs felárat ennek is kell számolni, itt meg mindig 12, tehát 22500-szor 0,12. 22500-szor 0,12, az 2700. 2700 forint. Következő 25-ször, illetve így jött ki, ez 100-szor 25, de most annyi kell, hogy 20, és 2500-szor 0,07. Tehát 2500-szor 0,07. És ezt kell kiszámolnunk. Tehát akkor 2500-szor 0,07. Az 175. Új, itt elfelejtettem bemásolni ezt, de mindjárt orvosolom is. Na meg is van. Tehát majdnem készen vagyunk. Már csak ugye a vételárat kell megállapítanom. Ugye a vételárat úgy tudom megállapítani, hogy ezt az értéket, tehát a felvásárlási árhoz hozzáadom a kompenzációs felárat. Na nézzük is meg, tehát akkor vételár. Tehát akkor vételárat fogjuk kiszámolgatni. Tehát 6300 szor, vagyis szor, plusz. Tehát 6300 plusz, ugye 756 forint volt. Tehát 756. Tehát 6300 plusz 756, az 7056. 7056 forint lesz. A következő ugye 13500 forint volt, és ugye még van 1620 forint kompenzációs feláram, tehát 13500-hoz hozzáadom a kompenzációs felárat. Tehát 13500 plusz 1620.
Ugye ezt már kiszámoltuk. Ugye, amit itt izé, csak ott ide írtam be ehelyett. De most ezt számoljuk, tehát 13.500 plusz 1.620, amit itt látunk. Tehát akkor ezt simán hozzáadjuk. Tehát 13.500 plusz 1.620. Az 15.120. 15.120 forint. Tehát 15.120 forint lesz. Következő 22.500 plusz 2.700 kompenzációs feláram van. Tehát 22.500 plusz 2.700 kompenzációs felár. Számoljuk is ki, tehát 22.500 plusz 2.700 kompenzációs felár az 25.200. Tehát 25.200 forint lesz. Tehát 25.200 forint. Következő 2.500 forint plusz 175 kompenzációs felár. Tehát 2.500 plusz 175. Ez 2.675. Tehát 2.675 forint. Akkor már csak annyi a dolgom, hogy itt az összesítés alatt ugye össze kell adogatnom itt a táblázat alján szereplő dolgokat. Tehát 6300 plusz 13500 plusz 22500 plusz 2500, és akkor ide írom, ami kijött. Tehát 6300 plusz 13500 plusz 22500 plusz 2500, az 44.800. Tehát 44.800 forint. Ugye ez megvan. Ide ugye nem írok. Kompenzációs felárat is összeadom. Tehát 756 plusz 1620 plusz 2700 plusz 175, az 5251. 5251 forint. Következő vételárat is összeadom. Tehát 7056 plusz 15000 120 plusz 25.200, csak ugye ezt ki kell javítani, 25.200 plusz 2.675. Ki is jött, hogy 50.051. És akkor nincs más dolgunk, mint ezt az összeget ugye beírni. Csak figyelni kell, hogy ugye felvásárlási jegynél azonnali készpénzfizetés van, tehát ezt 5 forintos kerekítés szabályának megfelelően kerekítenünk kell. Tehát akkor ez nem 5000 vagy 50.051 lesz, hanem 50.050. 50.050-et beírok. 50.050-et. Tehát ez megvan. Az összeg átvételének időpontja mondjuk a mai nap, tehát 2020. 10. hó 30.
MG tevékenységet folytató adóalany aláírása, tehát ugye amit az elején néztünk, az ugye Mézes Sándor volt, így leírjuk, hogy Mézes Sándor, ide is alá kell írni. Oda is aláírtuk. Úgyhogy így ki is töltöttük volna akkor ezeket. Ugye azokat, amikben nem írtunk, azt kizézzük. Tehát ebben nem írtunk. És akkor nagyjából meg is volnánk így a felvásárlási jeggyel. Tehát akkor most beszéljük át még egyszer, hogy mire kell ügyelni, illetve mi a menet ennek. Tehát ide a megnevezéshez ugye magát a neveket írjuk. Tehát konkrét megnevezés, tehát a termék nevét. A következő táblázatból ugye a száma, ez a terméknek a száma. Utána az egység árát bemásoljuk, amit itt látunk. Utána a felvásárlási ár, az ugye úgy jött ki, hogy 30x210, 45x300, 50x450, 100x25. És ugye ezt összeadtuk és ide leírtuk. Kompenzációs felár ugye úgy jött ki, hogy 6300x0,12, 13500x0,12, 22500x0,12, és 2500x0,7, de előtte nem szabad elfelejteni, hogy a kompenzációs felár ugye növények esetén 12, állati eredetű termék esetén 7%, tehát ezt nem szabad elfelejteni. Ezt a 12-t meg a 7-et. Tehát 12 ugye a növényi, a 7% pedig az állati. Ugye kiszámolgattuk így szorzással, ugye amit az előbb mondtam, és akkor ezt is összeadtuk, hogy mennyi volt a kompenzáció. Utána a vételár az úgy jött ki, hogy a felvásárlási árhoz hozzáadtuk a kompenzációs felárat. Tehát 6300 plusz 756 az 70.056. 13500 plusz 1620 az 15120. 22500 plusz 2700 az 25200. 2500 plusz 175 az 2675. És ugye ezt is összeadtuk, kiszámoltuk, 5 forintos kerekítés szabályának megfelelően beírtuk oda az adatokat, beírtuk az átvételi időpontját. Ugye Mészes Sándor volt az MG tevékenységet folytató adóalany, ugye itt kétszer aláírtuk, és vége is ennek a táblázatnak, tehát kitöltöttünk mindent a felvásárlási jeggyel kapcsolatban, amit ugye őstermelétől vásároltunk. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!